Soron következik hatodik napirendi pontként a lakhatási támogatással visszaélés megszüntetése érdekében az országgyűlésről szóló 2012 évi 36. törvény módosításáról szóló Novák Erőd Mi Hazánk képviselő úr által TPR 8540 számon benyújtott törvényjavaslat tárgysorozat felvételről való döntés. Ismét tisztelettel köszöntöm Novák Erőd képviselőt, és megadom a szót, hogy előterjesztését szóban is indokolhassa, tessék parancsolni képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Igazságügyi Bizottság, a törvényjavaslatom célja a lakhatási támogatással történő visszaélések visszaszorítása. Jelenleg ugyanis igenis visszaél országgyűlési képviselői lakhatási támogatásával a magát hajléktalannak beállító LMP-s Bakos Bernadett és Csárdi Antal, valamint a Momentumos Szabó Szabolcs, hiszen a fővárosban lakó képviselőknek nem kellene ilyen támogatást biztosítani a budapesti munkavégzéshez. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusoknak példát kellene mutatniuk, és nem maradhat következmények nélkül a korrupciós kiskapuk használata. Jellemző, hogy a balliberális képviselők itt az előterjesztésem közepette, illetve maga Szabó Szabolcs is távozik, és nem is kívánja, még tagadni sem, cáfolni nem is tudná ezt a visszaélést, és nem kívánnak részt venni a szavazásban sem. Bízom benne azonban, hogy a kormánypárti képviselők a politikus bűnözés e formájának hajlandók véget vetni és támogatni a Mi Hazánk mozgalom zéró toleranciát hirdető javaslatát. A törvény eddigi szövege ugyanis elnagyoltan fogalmazott, ugyanakkor egyértelmű, hogy a képviselői tevékenység ellátásához szükséges budapesti tartózkodás biztosítására nyújt lakhatási támogatás, nem pedig a magát esetleg hajléktalannak mutató képviselőknek biztosít otthont. A sokszor kétségkívül éjszakába nyúló budapesti munkavégzés miatt a vidékieknek indokolt lehet az ideiglenes szállás biztosítása, de akik amúgy is Budapesten laknak, azoknak nem, még ha magukat a templom egerének beállító honatyáknak szándékosan nincs is a tulajdonukban lakás, mint például a több mint 10 éve csepeli országgyűlési képviselő Szabó Szabolcsnak, aki vagyonnyilatkozata szerint szegénységben már-már Orbán Viktorral vetekszik, ugyanis egyhavi pénz megtakarítása sincs neki sem. Bakos Bernadett mindig is budapesti volt, nem a parlamenti munkája miatt kell legyen fővárosi lakásra. Dobrev Klára adta át neki a mandátumát, hogy ezzel az LMP-t frakcióhoz segítség, de hát itt az ideje lemondani, vagy lemondatni róla most a lebuktatása után, vagy legalább a lakhatási támogatásáról lemondatni minimál követelésként, ezt kell megfogalmazzam. Ami Csárdi Antalt illeti, ő is mindig a fővárosban lakott. A belváros országgyűlési képviselőjének nem kellene lakhatási támogatást biztosítani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusoknak tehát példát kellene mutatniuk, és nem maradhat következmények nélkül a korrupciós kiskapuk használata. Ami a konkrét törvényjavaslatot illeti, ennek az utolsó mondatát legyenek szívesek elolvasni, az ugyanis az érdemi újítás, mely szerint az eddigi jogalkotói céllal összhangban a javaslat egyértelművé teszi, hogy akinek a lakóhelye vagy a tartózkodási helye Budapesten található, az nem jogosult lakhatási támogatásra. Hiszen amit idéztem, hogy a képviselői tevékenység ellátásához szükséges budapesti tartózkodás biztosítására nyújt lakhatási támogatást, az a jelenlegi jogszabályban csak a szállodai elhelyezés esetén került nevesítésre. Azt gondolom, hogy teljesen indokolt volna párhuzamosan a lakásbérlés esetében is ezt a kitételt megfogalmazni. Ezért kérem, hogy javaslatomat tárgysorozatba venni szíveskedjenek. Ha esetleg valamit módosítanának rajta, módosító javaslattal ezt megtehetik. Azonban, ha ezt leszavazzák, akkor úgy tűnik, mintha a lehetőséget mind az előbb említett jelenleg lakhatási támogatásra visszaélő képviselőknek, mind esetleg későbbiekben, hát nem mondom, hogy akár maguk számára, de akár pártársaik, képviselőtársaik számára is biztosítanák, rossz üzenete volna. Én ezért kérem, hogy legalább a pártsorozatba vétellel egy lehetőséget biztosítsanak. A reflektorfényt egy kicsit vessük rá azokra a képviselőkre. Ebben a ciklusban három ilyen képviselő van, akit nevesítettem, akik visszaélnek a lakhatási támogatással. Az országgyűlés tekintélyének megóvása érdekében is
indokoltnak tartom, hogy legalább tárgysorozatba vegyük. Lehet, hogy ez elég üzenet lesz számukra, hogy ne csak innen a bizottsági ülésteremből vonuljanak ki, hanem akár az országgyűlésből is képviselői mandátumokat leadva, vagy legalább a lakhatási támogatásra, legalább a jövőben nem élnek vissza, hiszen egyértelműen kijátsszák a törvény betűjét, aminek szelleme egyértelműen azt mondja, amit a szállodák esetén törvény is megfogalmaz, hogy a képviselői tevékenység ellátásához szükséges budapesti tartózkodására nyújt lakhatási támogatást az országgyűlés. Ezért kérem törvényjavaslaton tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük a vitát. Megnyitom, kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, vita nem volt, így nem tudom újra megadni. A szót szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a fenti javaslat tárgysorozatbevételét. Kérem kézfelemeléssel szavazzanak, aki igen, aki nem, és aki tartózkodó. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egy igen szavazattal, 8 nem ellenében a tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.